emberölési kísérlet Örökszentmiklóson, galamb és kis állatkiállítás Gyomaendrődön, szodoku párbaj a Kovácsban, bennem a világ. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 15-én 18 óra 5 perckor. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség 2022. március 29-én emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség 2022. március 29-én emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal az 50 éves férfival szemben, aki a vád szerint 2021. január 15-én este vendégségben volt fivérénél Törökszentmiklóson. Az italozás azonban veszekedéssé, majd dulakodássá fajult kettejük között, és végül egy 12 cm penge hosszúságú késsel kétszer melbeszúrt a testvérét. Közben felállt a fotelból, ment a Csabi felé, és közben sértegette, csúnyán beszélt neki, meg ütött felé, ami először csak ijeszgetés volt, erre Csabi is felállt, mondta neki, hogy menjen haza. De a Dezső odalépett a Csabihoz, és egyszer Csabit megütötte. Én nem figyeltem, ezért nem láttam, hogy ütötte meg. Én, ahogy láttam az ütést, kiszaladtam a szobából, a házból, és hívtam a rendőrséget. Vissza sem mertem menni a házba, nem volt bent más, csak a Csabi, a Dezső, meg a kis szobában a Laci. Elmentem az utcasarok felé, vártam a rendőröket, de egy óra múlva hazamentem. Mire hazaértem, annyit láttam, hogy kint a folyosón üvegdarabok vannak, ahogy bentebb mentem, láttam, hogy a nagyszobának az ajtóablaka van kitörve. Dezsolták az ajtóban, de már bent a szobában ott állt a kandalló mellett, a kezében volt egy üvegdarab, azt felemelve tartotta, rám nézett, és azt mondta, hogy nézd, mit csinált az urat, most megölöm. Dezsőnek a bal oldalon a szeme felett volt egy vérző sérülés. Csaba a szekrénynél állt szemben Dezsővel, közöttük állt Laci, Dezsővel szemben. Csabi felhúzta a pólóját és mutatta a jobb oldalát, ami nagyon vérzett, és mondta nekem, hogy megszúrt, hidd a rendőrsége. Erre én megint kiszaladtam. Dezső kijött utána, kiabált, hogy rendőrt hívtál, feljelentem. A kezében volt még az üvegdarab, azzal kiment a kapuihoz biztos, de tovább utána nem jött, én elmentem megint otthonról. Biztosan mentem, már csak akkor, amikor a rendőrök kiértek, akkor csak azt láttam, hogy Dezső kint áll, le van bilincselve, és abit pedig kezelik a mentősök. A szúrás csontot ért. A sértett így csupán 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A vád szerint azonban ez csak a véletlenen múlt, könnyen életveszélyes sérülés is keletkezhetett volna. A Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége az egész országot lefedő szervezeti hálózatával biztosítja a magyar galamb és kisállattenyésztés magas színvonalon tartását, a benne rejlő értékek megőrzését, mondta Nagy István agrárminiszter Gyomaendrődön a galamb és kisállatkiállítás megnyitóján. A tárcavezető rámutatott, a galamb és a nyúlhús kiváló beltartalmi értékekkel rendelkező egészséges alapanyag, élelmiszerforrás. A tenyésztés ráadásul, legyen szó akár hazai dísz- és haszongalamfajtákról, akár hazai nyúlfajtákról, hozzájárul a genetikai erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzéséhez. Fantasztikus érzés látni és átélni a tenyésztésnek az örömét. Egy életre magával ragadja ez az ember. A tenyésztő a tökéletességre törekszik, és már-már művészként dolgozik, alkotja az élő anyagot. Azonban a galambászat, a kisállatokkal való törődés nem csupán művészet, hanem tudomány is. Anker Alfonz óta tudjuk, mit jelent a genetika. Elegendő csak arra gondolni, hogy a tenyésztés, legyen szó akár hazai dísz- és haszongalamfajtákról, hazai nyúlfajtákról, hozzájárul a genetikai erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzéséhez. A Kárpát-medencében kialakult állat- és növényfajtáink jelentős részét sikerült megőrizni, amely nem csak a múltunk, de a jövőnk miatt is rendkívül fontos, hiszen az élelmiszer termelésünk alapját jelenti. Nagy István arról is beszélt, hogy a galambászat és a nyúltenyésztés gazdasági hasznot is jelent. Az Agrártárca támogatást nyújt a haszongalap vásárláshoz, a tenyésztők 2019 óta igényelhetik azt,
Eddig 117 millió forinttal segítették ezt a tevékenységet. A tenyésztés és a piaci megjelenés mellett nagy figyelmet fordítunk a vidékfejlesztési programban a telephelyeknek a fejlesztésére is, amelyet az állattenyésztés szempontjából kisebb részt képviselő kisállattartók is igénybe vehetnek. A tavalyi évben a kisállattenyésztők közül 1500 kérelem nyert támogatást, több mint 6 milliárd forintot fizettünk ki az ő részükre. Hiszem, hogy a támogatások eredményeképpen újabb és újabb sikereket könyvelhetünk majd el. A tárca vezető köszöntötte a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségét megalakulásának 140. évfordulója alkalmából, valamint a gyomai és endrődi galamb és kisállattenyésztő egyesületeket megalakulásuknak 70. évfordulója alkalmából. A Béli reményét fejezte ki, hogy a közös munka és a támogatások eredményeképpen újabb és újabb sikereket könyvelhetnek majd el a területen. Kovács Tehetségpont szervezésében a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály tagintézményében a felsősöknek szodoku versenyt szervezett Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyettes, Tehetségpont vezető. A járvány okozta korlátozások hozták az ötletet, hogy a Karcagi Általános Iskola és AMI általános iskoláiban tagintézményi szinten rendezze meg a Kovács Tehetségpont a Sudoku párbajt. Az úgynevezett Sudoku párbaj, amit felsős gyerekeknek már lassan közel 10 éve szervezek. Ötödikesek ötödikesekkel versenyeznek, nyolcadikosok nyolcadikosokkal, tehát évfolyam szinten mérik össze a tudásukat, logikus gondolkodásukat. Amikor pár évvel ezelőtt ezt kitaláltam, akkor az motivált, hogy valami olyan játékos fejlesztést indítsunk, amivel lekötjük egy kicsit a gyerekeket, logikus gondolkodást, türelmet, kitartások, mindent lehet fejleszteni, és mivel én is nagy szudokus vagyok, évente több száz rejtvényt megfejtek, ezért jött az ötlet, hogy akkor legyen szudoku párbaj. Azért párbaj, mert végül is a selejtezések után ketten maradnak, és küzdenek egymás ellen. Természetesen az első szempont, hogy sikeres legyen a megoldás, a második pedig, hogy minél rövidebb idő alatt, és az nyer, aki mindkét feltételt tudja teljesíteni. A cél az volt, hogy hibátlanul és a legrövidebb idő alatt oldják meg a versenyzők a rejtvényt, ahol a gyorsaság is számít a jó megoldások mellett. A verseny háromfordulós, a döntőbe a legjobbak jutnak évfolyamonként. Mivel a Kovács Tehetségpont az egész Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának a tehetségpontja, ezért szoktam külön rendezvényeket például Kiskulcsosra is vinni. A kezdeti időszakban együtt méretkőztek meg a két általános iskolai tagintézmény diákjai. A pandémia hozta ezt a helyzetet, hogy tagintézményi szinten ne keverjük, ne fertőzzék egymást a gyerekek, de hogy azért csak mégis legyenek rendezvények, akkor döntöttem úgy, hogy jó, akkor lesz itt is egy, meg ott is egy. Úgyhogy szerdán hasonló megmérettetés lesz a kiskulcsosiaknak. A három forduló után az 5. évfolyamon Sipos Balázs, 6. évfolyamon Karlovics Olivér Bence, 7. évfolyamon Gál Milán István, 8. évfolyamon Csontos Márk lett az első. Nemrégiben tartotta könyvbemutatóját Horváth Tóth Éva író. Stúdiónkban a Bennem a világ című könyvéről beszélgettünk. Mai vendégünk Horváth Tóth Éva, szerző, pedagógus. Üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A kedves televíziónézőknek mondom, hogy mivel Évával nagyon régóta ismerjük egymást, ezért az interjú ideje alatt is tegeződni fogunk. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. A második, harmadik kötetet is elhoztad. Melyik volt a második? Beszéljünk erről is. A második a Pálsorosok című kötetem. Ez egy zsebkönyv formátumú kiskönyv. Ez 2021-ben adta ki szintén a Holnap magazin kiadó, Akárcsak a szívdobbanás verseket.
Ennek a borítóját már én álmodtam, meg én terveztem, illetve a benne lévő illusztrációk a férjem Horváth Zoltán kezemunkáját dicsérik. Ebben kizárólag néhány soros verseim vannak, ezért is adtam neki ezt a címet. Illetve a zsebkönyvformát is ezért választottam, hiszen aprócska írásokhoz egy aprócska könyv olyan stílusosnak hathat. Ebben haikuk vannak, apevák, illetve ebben már vannak a négy soros kis pundurkák, amiknek Baranyai Attila a kiötlője, illetve található már benne néhány tanka, ami szintén a japán verseléshez kapcsolódik, csak éppen ez öt soros. Ebben csak rövid írásaim vannak külön válogatva, némi ismertetővel. Említetted az első kötetet kiadását követően, hogy Szabad Préda szavaiddal élve. Kit próbálsz megszólítani, és hogyan látod a visszajelzések alapján, ki lett a te célközönséged? Igazából, mivel annyira vegyes témákkal foglalkozom, nem nagyon tudok korosztályt sem besorolni. Egészen a mi korosztályunktól, vagy a fiatalabbaktól, egészen az idősebb korosztályig vannak érdeklődők az írásaimra. Tulajdonképpen az első kötet úgy gondolom, hogy sikeres volt, hiszen nem maradt belőle a saját példányomon kívül más, sem online boltban, sem pedig nálam. A második kötetből még van, illetve a harmadikat most kaptam készhez, alig egy hónapja. És akkor beszéljünk most a harmadikról. Jó. A harmadik kötetem annyiban különbözik ugye a többitől, hogy ez novellákat tartalmaz, történeteket és nem verseket, illetve ez már a Kortárs Magyar Irodalom kiadó gondozásában jött létre. A borítóját szintén én terveztem és én alkottam meg. Ebben már az ajánlót Kutasi Horváth Katalin nyelvi lektor készítette, ő ajánlja az írásaimat az olvasók számára. Vegyesek a történeteim ebben is, tehát mindenféle témával próbálok megszólalni, egészen a humorostól kezdve a szerelmen át, az útkeresésen keresztül nagyon sokfélét. Néha úgy szólalok meg ezekben az írásaimban, mint hogyha velem történne, tehát egyes szám első szemében mesélem el a történetet, függetlenül attól, hogy ez egy fiktív történet. Van, amikor valóban a saját életemről mesélek benne. Jó kiírni néhány dolgot? Igen, igen. Jó egyébként. Terápia nagyon... egyébként? Igen, igen, abszolút. Tehát nagyon jó más bőrébe is bújni, és úgy mesélni engem foglalkoztató gondolatokról. Nagyon jó kiírni azokat a gondolatokat, amik esetleg nyomasztanak, vagy örömmel töltenek el. Jó megosztani másokkal azokat a tanulságokat, amiket kapok én is a sorsomtól, tehát abszolút ez a terápia, ez jó kifejezés rá, igen. Ezt szokták alkotók, akár képzőművészet területen alkotók is mondani, hogy sokszor meg is születhet a megoldás egy-egy ilyen esetben. Így van, abszolút, ezt maximálisan én is így gondolom, hogy nagyon sokszor megjön az a gondolat a végére, ami segít nekem ebben abban az adott élethelyzetben. Számos előadást szoktál tartani, ezt különböző közösségi felületeken is szoktuk látni. Beszéljünk ezekről, hogy hogyan zajlanak ezek az előadások, és ezt követően pedig mondjuk el azt is, hogy milyen egyéb elért eredményeid, sikereid vannak. Hát a könyvbemutatókat megpróbáltuk már egy barátnőmmel, Csurella Violával, Danka Csurella Violával. Ő szervezett nekem például Tiszaőrsre könyvbemutatót, illetve Hajdúszoboszlóra is szervezett egyet. A szülőfalumban volt az első könyvbemutatóm, a szívdobanás verseket ott mutattam be, illetve akkor már beszéltem a pársorosok előkészületeiről is, illetve itt Karcagon is volt már kettő, az egyik tavaly októberben a Hemóban, a másik pedig nemrégiben itt a Dériné Művelődési Központban. Nagyon sokszor megjelennek írásaim online felületeken, ezek mindenféle irodalmi oldalakhoz kapcsolódó megjelenések, illetve nyomtatásban is gyakran megjelennek írásaim, vagy pályázati nyeremény útján kerülök be egy válogatás kötetbe, vagy pedig pályázati úton antológia válogatásokba betesznek, vagy én küldök írásokat, tehát ez is ilyen vegyes dolog, illetve van egy folyóirat a Kortárs Magyar Irodalom gondozásában szintén, mely negyed évente jelenik meg, és ott például rendszeresen jelentetnek meg
írásaimból. Igyekszem továbbra is pályázni, bár az időm kevesebb erre, viszont továbbra is szoktam versekkel, történetekkel nyilvános, országos nyitott pályázatokra beadni írásokat. Több olyan eredményem van, aminek nagyon-nagyon örülök. Most augusztusban megkaptam egy díjat, tulajdonképpen egy évben egyszer szokták ezt a kortárs magyar irodalomért, a publikációkért díjat vehettem át Badacsony-Tördemicen, illetve 2020-ban sikerült egy nagyon érdekes módon bekerülnöm egy televíziós reklámba. Egy telefonos cég keresett meg az egyik versem kapcsán, melyből néhány szót szerettek volna kivenni, ihlet adó gyanánt, és így egy ilyen országos reklámba sikerült bekerülnöm. Néhány szóval, de mégis, és az ebből befolyt honoráriumból sikerült kiadatnom az első kötetemet tulajdonképpen. Köszönjük! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!